Hollywood, sziasztok! Tegnap tartottuk a 30. születésnapi bulimat, ami elég nyuggeres volt. Tőztés szóval jól éreztem magam. A bulin kaptam egy érdekességet, vagyis egy kis ajándékot, ami ez volt ráírva. Dudde! Na hát ugye a Dudde az én vagyok, és volt benne egy képes lap, ami az alábbit tartalmazza. Ez a kis űrlény keresi a legklasszabb földlakót. Van egy kis probléma. Én, mint földlakó, inkább több időt töltök a levegőben, mint a földön. Mármint nem azért, mert repülök, meg nem is most. Igazából régen, amikor kosárlabdáztam, akkor több időt töltöttem a levegőben. Szóval akkor, amikor kosárlabdáztam, több időt töltöttem a levegőben, mint a földön, szerintem. De ha végignézzek a videóimat, vagy visszatekertek nagyon-nagyon régi videóimhoz, akkor láthatjátok. Ha nem lenne elég az, hogy mi az, ami ebben a képes labban van, mármint ami ide rávonulva, akkor ki is lehet nyitni, és van ott is szöveg. Ho-ho! És a szöveg az alábbiakat tartalmazza. Isten értessen nagyon sokáig. Köszönöm szépen. 30 az új 20. Azaz megfiatalodtam. Meg is borotválkoztam. 20 éves helyeként ugyanígy néztem ki, szerintem. Csinálj egy jó YouTube videót a Miért adunk olyan képes lapot, amilyet adunk? Címmel. Ezt a parancsot kaptam. Szóval ez a jó kívánság, ez egyébként egy feladat, egy parancs, egy életcél, vagy mi? Csak, ahogy nyomják mostanában a fiatalok, majd van az a hitát. Nem tudom, hogy kell csinálni, mindegy. Tegnap próbáltam, nagyon katasztrofális is sikerült. Nem csak nekem, mindenkinek. Szóval, ja, van itt egy puszi is, persze. Ezt egyébként a Rolandtól és a Szaszától kaptam, úgyhogy köszi, puszi. És miért adunk olyan képes lapot, amilyet adunk? Hogy ti miért adtátok ezt, azt nem tudom. Lehet, hogy azért, mert már földhöz ragadt lélek vagyok és nem kosárlabdázom. Én miért adnék ilyen képes lapot? Miért adunk olyan képes lapot, amilyet adunk? Ez a kis űrlény keresi a legklasszabb földlapot. Lehet, hogy túl gondoltam egy kicsit. Lehet, hogy a legklasszabb földlakót keresi és megtalálta? Ez a kis űrlény keresi a legklasszabb földlakót, és lehet, hogy megtalálta. Kivétel, ha én ezt a képes lapot továbbadom valakinek, aki nem fog tudni, hogy ki ez a Roland és Sasza, úgyhogy a benne lévő szöveggel nem fog tudni, mit kezdeni. Na mindegy, hagyjuk is. Én milyen képes lapot adnék 30. születésnapra? Nem tudom, mert nem adtam szegény Fencinek képes lapot. Fenci, milyen képes lapot szerettél volna 30. születésnapodra? A válasz kommentbe lenyomhatod. Ezen kívül, miért adtam volna? Már a videó címétől már nagyon-nagyon-nagyon elkanyarodtunk, és a semmiből próbálok beszélni percek óta. Milyen képes lapot adtam volna? Mivel hogy nem én nyomom a képes lapokat, hanem ugye egy bizonyos választék van, amiből kell választani, én biztos, hogy nem a 30-asra koncentráltam volna. Ők sem a 30-asra koncentráltak. Ha nem elkezd a földre, akkor megtalálták a földön. Már ha beszélni tudnék rendesen. Szóval, akkor valószínűleg vicceset adnék. Valószínűleg olyan, aminek semmi köze nincs az emberhez, semmilyen formában, mert én úgy gondolom, hogy azon gondolkodjon el, hogy mi ez a képes lap, vagy egyáltalán miért kaptam képes lapot. Fejcinek biztos valami főzéset adtam volna egyébként. Hú, a világ legjobb szakácsa. Mi van? A világ legjobb szakácsa? Szóval lehet, hogy egyszer ezt egy főzőműsorban be fogjuk mutatni, hogy miért vagyunk mi a világ legjobb szakácsai Fencivel. De a kérdés nem tudok válaszolni, mert mi nem szoktunk főzni. Tudunk főzni, meg tudunk mindent főzni. De nem vagyunk a világ legjobb szakácsai, és nem is szoktunk főzni senkinek. Mi csak eszünk, nagyon sokat eszünk, tegnap is nagyon sokat ettünk, és hát legszívesebben bevágnám ide azt a képet, amit tegnap csináltunk, a pizza csomagolás legtetejét sikerült elérnünk a tegnapi nap folyamán. És miért adunk olyan képes lapot, amilyet adunk címre, és nem tudok válaszolni, úgyhogy Sasza és Roland, ne haragudjatok, de ezt a videót képtelen vagyok megcsinálni úgy, ahogy kértétek, ahogy parancsoltátok, ahogy ide van írva nekem, hogy csinálj egy jó YouTube videót. Hát az, várjatok, hát itt problémák vannak, jó YouTube videó, de
mikor csináltam egy jó YouTube videót, hol vannak a nézőim, a rajongóim, ezre állok sorba a csajok és csöcsre kell ráírni a nevemet. Dudu. Ennyi! Mivel nem tudok most sok információval szolgálni, szerintem ezért nincsen videó hetek óta, ezért csak annyit tudok mondani mindenkinek, hogy csá, csá, csá!